Megtelt az előadó az F épületben. Több száz diákot érdekelt a központ kínálata, melyek közül idén is a gazdasági kar volt az egyik legnépszerűbb. Azért választanám ezt az iskolát, mert ugye a Csányba járok és pénzügy szakon tanulok, úgyhogy ebben is szeretnék elhelyezkedni. És hát ez a legkézenfekvőbb számomra, mi ugye a zalaegerszegi vagyok, de hogyha kollégiumba szeretnék járni, esetleg a közösségi élet miatt, akkor erre is lehetőségem van, akár annak ellenére is, hogy itt élek. A leendő hallgatóknak a tanszékeket, a kampuszt és a duális képzést egyaránt bemutatták. Ilyenkor tájékoztatjuk a középiskolás fiatalokat arról, hogy milyen jellegű képzések érhetőek el itt Zalaegerszegen, a Pannon Egyetem Zalaegerszeg Egyetemi Központjába. Bemutatjuk a különböző szakokat, megismerhetik az egyetemi életet, különböző szervezetek bemutatkoznak, tájékoztatjuk őket a kollégiumi lehetőségekről, az ösztöndíjakról, ezen kívül pedig a felvételi rendszernek a változásairól is. A 2024-es felvételi eljárásban módosítottak a pontszámítási rendszeren. Bevezették az úgynevezett intézményi pontokat, melynek köszönhetően minden egyetem meghatározhatja a sikeres jelentkezéshez szükséges minimum értékhatárt. Az Zalaegerszegen nálunk ugye egységesen a Pannon Egyetemen úgy néz ki, hogy felsőoktatási szakképzés esetén 230 pont lesz a minimum pont, alapképzés esetén pedig 240 pont lesz ebben a mostani évben. Ugye ez az alapszakoknál egy 40 pontos kedvező változás, tavaly 280 volt, most 240, felsőoktatási szakképzésnél pedig egy 10 pontos kedvezmény, tehát 240 helyett 230 pont. Ugye ezzel kvázi az egyetem így próbál kedvében járni a hallgatóknak. Az érettségivel maximum 200 pontot gyűjthetnek a felvételizők. Ehhez szükséges, hogy legalább egy tantárgyból emelt szinten vizsgázzanak. Aki csak középszinten ad számot tudásáról, az a maximumnak csak a kétharmadát szerezheti meg.